Szevasztok srácok, Alex vagyok, meg fogjuk csinálni a következő Márki matchupsot. Mielőtt elkezdjük, annyit mondok, hogy ez a heti, ez nem ad valami jó pakkat. Tehát a végén Real Electron Players pak, nagy csöves az egész, itt a négy meccs. Láthatjátok még talán ez a Marseille Nice, vagy Nice, ami ugye értelmes a négy meccs közül rangadónak. Nézzük az elsőt, egy fos gold pakkért. Minimum kettő játékos kellett Marseille-ből vagy Nice-ből, beadtak előre nekünk kettőt játékost a francia ligából. Egy ligából max 4, 4 ritka és 80-as chemistry. Amba van egy Nice-es, meg CDM-be is. Tehát a CDM-től fölül játékosok az mind francia liga. Alatta lévő pedig német plusz egy random kapus. Így is kijött a chemistry. Nem volt nagy szám, vagy a pak se. Monterey Tigris, Tigre, igen. Ez is nagyon értelmes Small Rare Silver Players pakért, nagyon értelmes bedobni ezt az SBC-t. Minimum 2 mexikói ligás, egy nemzetből max 3, 3 ritka és 80. Nem is raktunk kárt, itt van a bal oldalt a 3 mexikói, 3-at raktunk be. A maradék pedig mind német 3-as, de ugye azért több nemzet van benne, majd minden német. Új-zélandi, koszovói, holland, vagy mi az, horvát, belga, osztrák. Ez is rohadt könnyű volt. Nem is ad értelmes pakot ez az SBC. Crystal Palace Brighton. És ez adja a legjobb pakot, szinte 25k-s pakot. Egy játékos kellett a két csapatból valamelyikből, a kettő közül. Egy ligában max 5, minimum 3 ritka. Nem kértek ratinget, csak összes arany és 80-as chemistry. Az egész védelem angol liga lett. Angol 1-es, ott a Crystal Palace-os, már a kapus. Az is Crystal Palace-os, és akkor a felső, a közepe meg a tetej az mind spanyol kiéve, vagy kiéve. Ez a kettő más ligában van, de ugyan is spanyol. Százas lett a chemistry, bőven kijött. Az is könnyű volt. Mondom, srácok, talán ez egy a legjobb pakot, 25k-sat. De nagyon szarok. Birmingham Aston Villa is ad egy gold pakkot. Minimum 3 EFL 2-es. Egy nemzetből max 3. És minimum 3 klub 85-es chemistry. Középső védőt már a kapus a 3 angol 2-es. És az összes többi pedig dán ligás. Ilyen nagyon fos, tehát ilyen 55-ös, 50-es játékosok. Chemistry az meglett. De nagyon szar pakok, srácok. Örülök, hogyha ebből mit tudom, 81-es jön. Kész a Márki. Ebből még annyi esünk se lesz karnibálos itt, mint mondjuk az előző Márkiból. Az legalább a végén értelmeset adott, nem hogy a végén is egy nagy fost. Na nézzük. Ezt elszkippelem, ebből úgyse lesz semmi. Silver pak, nem lesz benne semmi, max valami értékes ez is. Nézzük, lesz benne ligás. Puncsaon, ez 74-es volt tavaly, nem ér semmit. Hát mondjuk 3000-et ér. Igen, brazilok drágán mennek ez. Angol 2-es is kéne. Spanyol, koreai nem kell, argentin se török, ez talán. Á nem, nagy szar. Na, jöjjön két goldpak, hát ebben örülök, hogyha ritka játékos lesz, srácok. El is skippeljük, nem volt benne board. 78-as Cristante a legjobb benne. Plusz squad fitness. Másik gold pack. Ha nem lesz volkatok, ezt is elszkippeljük. Nézzük ebben mi van. Egy fantasztikus 79-es Klassen. Plusz 1000 coin, az a legjobb benne, esküszöm. Fölküldjük ezt a kettőt. Jön a következő pak, a Rare Electron Players pak jön. Nem, már csak sima board lehet. Ez legalább az. Brazil, Aris, ne, de ahogy is nem az Aris, Nato, igen. Nem, hát nem lehet az Aris, szóval az Walkout. Hát 84-es Nato, legalább annyi jött. 84-es.
Mennyi 83-as? Jó, hát ez a pak nem volt vészes, mondjuk. Valamink jók lesznek. Brazil ezüst nincs. Menek fel a játékosok. És ilyen utolsó pak 25 ezeres, 3 ritka. Hát... Mert most ebben volt előbb egy board, nem lesz. Vagy kettő board volt az előzőben, nem lesz. De... Na, nézzük. Még egy Kramaric? Nem. Szobás 83-as, 83-as. Hát végül is ettől a két paktól vártam max boardot. Piszczek, Areola. Jaj, Szubás is megvan nekünk. Fölküldjük azért. És hát csak ennyi lett volna a következő Marki matchups. Hát értékelt játékos emlőtt kettő board ellenében. De hát ebben nem is volt esélyünk értemesítni. De azért ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot. Alex voltam, szevasztok.